Volt olyan csapat az idei mezőnyben, amely több mint egy hajóhosszal nyerte futamát. Az egységekben Kanizsán kívüliek is szép számmal voltak. Akárcsak a bosszúállók, mint több különböző filmből verődtünk össze, tehát a legtöbben Budapestről, de ők is amúgy máshonnan származnak. És akkor minden évben ez a program, ez fix, mindenki ide lejön, és egy ilyen hosszú hétvégével van összekötve a sárkányhajó verseny. Kanizsai kötődés? Igen, kanizsai. Én itt Kanizsa mellett Hosszúhegyről származom, és így jött ez, hogy a kanizsai verseny az, amin mindig elindulunk. Az idei roadshow ismét a régi idők hangulatát idézte. Évről évre egyre többen vagyunk. 3 évvel ezelőtt a Magyar Bajnokság elmozdult innen Nagykanizsáról, már a profi épített pályára költöztünk, így volt egy kis visszaesés, de idei évről azt látom, hogy évről évre egyre több cég és baráti társaság látja a pozitívumát itt a sárkányhajónak, és szeretnek jönni. Bikák! Reha! Bikák! A Kanizsa Rehab munkatársainak a fele eljött, volt, aki evezett, és akadt, aki csak a partról szurkolt. Most a cégnek volt egy ilyen lehetőséget biztosított, hogy részt vehetünk benne, és hát éltünk a lehetőséggel, ami nagyon nagy élmény volt, és köszönjük a cégnek még egyszer. A cég ügyvezetője elárulta, a csapat rendkívül lelkes volt, pillanatokon belül összeállt a 20 fős legénység. A szurkolásra is nagyon lelkesen készültünk, a csapat egyik része bográcsban húst főz a többieknek, egyen pólónk, egyen sapkánk, egyen jelmondatunk, minden van, és tényleg nagyon lelkesen, egységként együtt indultunk el ezen a versenyen. A verseny díjátadó ünnepségét adásunkkal egy időben tartják. Oh!